Sziasztok, Demeter Zoli a Mozimániától. Ebben a kis videóban megmutatjuk, hogy mit is fog tudni az új alkalmazás. Elindítjuk az alkalmazást. A kezdőképernyőn a heti premierek fognak megjelenni. A jobboldali menüben pedig az éppen frissen feltöltött filmek adat bázisában tudtok kicsit turkálni. A baloldali menüből fogjátok tudni előhúzni a főbb funkciókat, illetve hát az összes funkciót. A mozi műsor résznél most már közel 100 mozinak a műsorát találjátok meg, a fővárosiak mellett természetesen erőteljesen a vidéki műsorok is megjelennek. A jegyfoglalás rész is bővítve lett, most már közel 60 mozinál érhető el ez a funkció. A jegyfoglalás résznél megmaradt továbbra is a zoomolási lehetőség, minél egyszerűbben tudjatok foglalni a mozikba az alkalmazáson keresztül. 2 darab jegyet szeretnék foglalni, és már is betölt a terem. A zoomolásnak segíthetően könnyen ki tudjátok választani a számotokra megfelelő helyet. Főszerepbe került a videó, alapból az a jellemző az alkalmazásra, hogy a videós anyagrészt erősítjük. Megtaláljátok a szokásos szereplőgárdát, illetve a film rövid leírását. A kis filmtekercs ikonnál jelenik meg a filmhez kapcsolódó összes videóanyag, ami hivatalosan kiadott a forgalmazó. Aki nem akar lemaradni a filmvilág híreiről, annak érdemes ezt a funkciót bekapcsolva hagyni. Már is kaptunk egy üzenetet a Mozimánia alkalmazástól. Némi szenvedés után sikerült fölvenni ezt a videót. Ez a második forgatási nap, de legalább túl vagyunk rajta. Reméljük mindenkinek tetszeni fog az új alkalmazás. Frissítsétek szeptember 30-tól az App Store-ban.